Muca Béla Újszászon született 1922. december 1-én. Szülei Muca Béla, újszászi vegyes kiskereskedő és a jászberényi származású Csík Margit voltak. Muca Béla atya elemi iskoláit Újszászon végezte, Kecskeméten érettségizett, majd Egerben teológiát végzett. 1952. október 26-án Egerben szentelték pappá. 1964. szeptemberétől 1989. májusáig algyőn plébános, tanácsos plébános volt, negyedévszázados algyői szolgálata alatt, hosszú az elvégzett feladatok listája. A templom és a plébánia bekerítése, parkosítása, a torony felújítása, a tetőszerkezet új rézzel való borítása, a világítás felújítása, a harangozás elektromos megoldása, festés a templomban és az oltárkép felújítása. Azt a nagyértékű faszobrot, amely a kis Jézust is ábrázolja anyjával, és Magyarországon csak kettő található belőle, saját költségén restauráltatta, hogy méltó helyre kerüljön az algyői templom szentélyében. Lelkesen dolgozott az algyői és népe monográfia kidolgozásában. A II. Világháború algyői áldozatainak emlékére állított márványtábla többek között személyes munkálkodásának eredménye. Valóságos kutatómunkát végzett algyő hősi halottai személyadatainak és kilétének felderítésében. Hívei szerették, az állami vezetés elfogadta, sőt elismerően szólt munkájáról. Szavaival mindig megfontolt volt, jó példával szolgált mindenkinek, tanácsait elfogadták. Köszönésben nem tudták megelőzni, mindenkit előre üdvözölt. Algyő nagyközség önkormányzata 1999. október 1-én díszpolgári címet adományozott részére. Ezt a kitüntetést azoknak adományozza a testület, akik algyő életében huzamosabb ideig kulturális, művészeti, közéleti, tudományos tevékenységük kapcsán érdemeket szereztek, a közösségre jelentős hatással bírtak. Csömörre kerülése után minden év október 1-én algyő napjára hazalátogatott. Második aranymiséjét is Csörmör után 2003. február 15-én algyőn tartotta. 2000-ben a településnek ajándékozta Süli András algyői naív festő három féltve őrzött festményét is. 1989. május 25-től Csömörön plébános, tanácsos plébános, 2001-től pedig tiszteletbeli főesperes. 50 év papi szolgálatban eltöltött időt nem lehet számokban kifejezni, mégis ide kívánkozik néhány számszerűsített adat. 50 év alatt közel 2000 keresztelő, 1000 házasságkötés, több mint 350 ezer áldozás, illetve számos hazai zarándokút megszervezése van mögötte. Muca Béla hosszantartó példás türelemmel viselt szenvedés után 2006. július 18-án a kistarcsai Flór Ferenc kórházban csendesen hunyt el. Az algyőiek úgy emlékeznek rá, mint közvetlen, barátságos, sportot, fiatalokat szerető, hivatását magas fokon művelő plébánosra. A Szent Anna templom főbejárata előtt melletti falon 2018. október 1-én avatták fel Muca Béla katolikus, tanácsos plébános, főesperes, domborműves emléktábláját, Bánvölgyi László, szegedi szobrászművés alkotását, amelynél most koszorút is elhelyezünk. Fehér Ignác, díszpolgár, az első iskolaigazgató, akit nem csak az iskolásokat, hanem egész algyő lakosságát tanította. Fehér Ignác Székelyföldön, Gyergyócsoma falván született 1876. július 25-én. A csíksomlyói tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet 1895-ben. A következő évben algyőre, a község belterületi iskolájába nevezték ki elemi népiskolai tanítónak. Tanítói feladatai mellett évekig a község kántora is volt. 1902-ben Fehér Ignácot nevezték ki az iskola igazgatójává. Ezt a pozíciót 1919-ig töltötte be. Igazgatósága alatt érte el a Sárga iskola és a Fehér iskola felépítését 1903-ban, majd 1914-ben. 1917-ben még iskolaigazgatóként hozta létre algyőn a Hangya Szövetkezetet, melynek nyugdíjazásáig
1935-ig elnöke is volt. 1919-től a frissen alakult Algyő és Vidéke Hitelszövetkezet elnökévé nevezték ki, ezt a pozíciót 1949-ig töltötte be. E két pénzintézet igazgatása mellett a Hangya Szövetkezet mellékágaként háziipari szövetkezetet is alapított. Felesége tanítói nyugdíjazását követően 1922-ben Szegedre költöztek, de Algyőtől nem szakadtak el, hiszen Fehér Ignác 1949-ig a Hitelszövetkezet fennállásáig továbbra is Algyőn dolgozott. Utolsó éveit Szegeden élte, ott is temették el 1961-ben. 10 gyermekéből 9 érte meg a felnőtt kort, s 8 szerzett diplomát. Életrajzírója, Baginé Makra Ilona így ír róla. Fehér Ignácot, az Algyői Elemi Iskola 20. század elejé igazgatóját, a kor Algyői polihisztorának nevezem. S joggal fogalmazódhat meg róla ez a sommás vélemény, hiszen élete végéig képezte magát, és tudását átadva képezte az algyőjeket is. A pénzkezelés, takarékoskodás mellett sejemhernyó tenyésztésre, gyümölcsfaoltásra, a szőlészet, borászat, a méhészkedés, kosárfonás, gépi varrás korszerű módszerére tanította a falu népét. A 2011. augusztusában átadott új iskola is az ő nevét viseli. Fehér Ignácot az unokák kérésére temették újra, az általa szeretett nagyközségben Algyőn, ahol 2017-ben díszsírhelyet kapott. Emléktáblájánál most koszorút helyezünk el. Minden évben megemlékezünk Algyő díszpolgáráról, Süli Andrásról, a naív festőművészről, aki szülőfaluját csak halála után tette híressé. Kései önéletírásában így emlékszik vissza gyerekkorára. Születtem Algyőn 1896. október 20-án Zsellér paraszt családhoz. Rajtam kívül két testvérem volt, akik épp úgy, mint én, gyenge koruk óta a gyermekekre kényszerült Zsellér munkát végeztük. 6 elemit végeztem, már iskolai tanulókoromban igen szerettem rajzolni. Szabadidőm legnagyobb részét ezzel töltöttem. Fehér Ignác akkori iskolaigazgató is felfigyelt a tehetségére, de támogatást senki nem nyújtott neki. 19 évesen besorozták, megjárta az első világháborút, a szerb fronton szolgált, 1917-ben pedig az orosz fronton. Itt esett hadifogságba is. A háború után szülei 4 holdját és saját 2 holdját művelte Algyőtől 7 kilométerre a Pálfi Majorban. Telente kosárfonással egészítette ki a jövedelmét, művei túlnyomó részét 1933 és 1938 között készítette. Képeinek uralkodó témája a szülőfaluja, a templom, a parasztudvar, a szoba, a Tisza tutajokkal és gőzhajókkal, a vasútállomás vonatszerelvényekkel, a végtelenbe futó villanyvezetékek. Amire visszaemlékszem, minden képemet szerettem, vonatosat, templomosat, gőzhajósat, úgy festöttem az asztalon, nem is volt állványom, nem is köllött állvány, nyilatkozta. Az 1934-ben Budapesten megrendezett Magyar Őstehetségek című kiállításra 35-40 képet küldött el, de nem kapta vissza sem a festményeket, sem azok ellenértékét. 1938-ban, elkeseredésében, házuk udvarán az otthon található összes képet, rajzeszközt egy halomba rakta és elégette. Felhagyott a festéssel, Szegedre költözött, és életének hátralévő több mint 3 évtizedében már nem festett képet, alkalmi munkából élt. 1968-ban fedezték fel igazán, ekkor rendezték első kiállítását Szegeden. Képei 1969-ben aranyérmet kaptak a pozsonyi nemzetközi naív kiállításon. 1969 őszén, 73 évesen, elhagyatottan, méltatlan körülmények között hunyt el.
Az önállóvá lett Algyő 1998-ban elsőként Süli Andrásnak adományozott posztumusz díszpolgári címet. Híres szülöttének földi maradványait hazahozatta, és végső nyughelyéül díszsírhelyet állítatott. Olá Ernő, az Algyői Torforgatók oszlopos tagja, örök emléket állított Süli Andrásnak a Múzsa áldozata című életregényével. Mindannyiunk tiszteletét fejezzük ki, itt és most, az emléktáblája koszorúzásával. Dr. Juratovics Aladár, olajmérnök, szakokleveles közgazdász, 1930. november 16-án Zalaegerszegen született. 1953-ban Sopronban szerzett olajmérnöki diplomát. Az egyetem elvégzése után Lovásziban kezdte szakmai pályafutását, majd báza keretjére került. Először a BT-6 tankállomáson volt brigádvezető, majd a kútjavítási üzemegységnél üzemmérnök, később üzemvezető. 1966. augusztusában megbízták a szegedi üzem megszervezésével, irányításával, vezetésével, melyet nyugdíjazásáig 1990-ig látott el. Ez volt élete legsikeresebb korszaka. Algyőt életművének tekintette. A báza keretjén tanult szakmát, az Egerben szerzett vezetési tapasztalatokat Algyőn kamatoztatta. Mindössze 16-17 emberrel kezdte meg a munkát, és a 70-es évek közepére már kialakult az 1600 fős üzemi létszám. Élete nem csak a szénhidrogénbányászattal fonódott össze, hanem az akkori gazdaságpolitikával is. Három ciklusban volt országgyűlési képviselő, a Szeged környéki községek választókörzetében. Minden alkalommal Csongrád megye 7-es számú egyéni választókerületében jutott mandátumhoz. Emellett jelentős szerepet vállalt Szeged sportjának felvirágoztatásában is, mindezek mellett volt ideje arra is, hogy tudását fejlessze. 1981-ben megszerezte az egyetemi doktori címet. Betöltve a 60. évét szellemileg és fizikailag frissnek érezte magát, 1995-ben könyvet írt a Szeged-Algyői szénhidrogénmezők történetéről. Dr. Juratovics Aladár az NKFV szegedi üzemének nyugalmazott üzemigazgatója váratlanul és hirtelen távozott el közülünk. Nyugdíjazása után sem tudott és nem is akart elszakadni az olajipartól. Dr. Juratovics Aladár 1999. november 29-én hunyt el. Örök nyugalomra, saját kérésére Algyőn az önkormányzat által biztosított díszsírhelyen helyezték el. A község anyagi, szellemi értékének gyarapításáért és annak elismeréseként, hogy a tevékenységével hírnevet szerzett a településnek, 2005-ben poszthumusz díszpolgári címet kapott. Mindannyiunkat fejezzük ki tiszteletünket a koszorúzással. Thank you.
Dr. Piri József 1946. január 4-én született Algyön. Szülői akaratra Szegedre került, tanulmányait a vasútforgalmi technikumban végezte. Első munkahelye is a vasútnál volt, de ennél többre vágyott. A katonasághoz való bevonulása előtt sikeresen felvételizett a József Attila Egyetem jogi karára. A 90-es évek elején Algyőt is elérte a változás szele, törvény biztosította, hogy csatolt községként Algyő is kapjon képviseletet a szegedi közgyűlésben. Piri József így került először kapcsolatba a politikával és a közélettel. Ezzel egy időben elindult az algyői részönkormányzat működése is az ő vezetésével. Az algyőiek nem tudták elfogadni az 1977-es döntést, és szerettek volna ismét önálló településen élni. Az ekkoriban megalakuló civil mozgalmak élére áll dr. Piri József, és munkájuknak köszönhetően sor kerülhetett arra, hogy az 1997-es népszavazás után ismét saját önkormányzata lehessen a községnek, amely megvalósíthatta a csatornázást, az utak szilárd burkolását, majd megvalósították a Borbála fürdőt, később felavathatták az új iskolaépületet is. Élete főművének tekintette az önálló Algyő megszervezését, az önkormányzat és a hivatal beindítását. Fontos volt számára a falu megítélése és elfogadtatása. 1998-tól 2010-ig tartó polgármestersége alatt számtalan alkalommal bizonyította, hogy ezt a feladatot neki találták ki. Olyan hivatásnak tekintette munkáját, mely nagy felelősséggel jár, és tudta, hogy a döntések mindig számon kérhetőek, így mindig megfontolt volt. Imádott olvasni és vallotta, hogy sikeres életművét nagyrészt annak köszönheti, hogy rengeteg könyv megfordult a kezében élete során, ami segítette abban, hogy a világ dolgaiban könnyebben eligazodjon. Munkáját több díjjal is jutalmazták. 2011-ben Algyő Nagyközség képviselőtestülete díszpolgári címet adományozott neki. Dr. Piri József 2016. március 22-én hunyt el. Algyő 1997-ben Szegedtől független településé vált, és önállóan fejlődött tovább. A 20 éves évfordulón az egykori polgármester, dr. Piri József domborműves emléktábláját avatták fel a községháza épületének homlokzatán, melyet Bánvölgyi László, szegedi szobrászművész készített el. Az emléktábla megkoszorúzásával mindannyiunk tiszteletét fejezzük ki.